A veszprémi meccsen megsérült Singer Zoltán nélkül léptek pályára hazaiak, akik beragadtak a rajtnál, ezt kihasználva a vendégek 6 pontos előnyt szereztek az első negyed végére. A második 10 perc szorosabb volt, a cápák felzárkóztak, aztán ismét ellépett az alapszakasz győztese, így a nagy szünetre már 10 pontra nőtt a két csapat közötti különbség. Fordulás után folytatódott az üldözőverseny, a nyíregyháziak többször is közel kerültek ellenfelükhöz, a negyedik negyed előtt már csak 3 pont volt a házigazda hátránya. 4 perccel a meccs vége előtt úgy tűnt, hogy már nincs visszaút a nyíregyháziak számára, azonban Fazekas Csaba 2 triplájával és Mokánszki 3 pontosával 91-91-es döntetlenre mentette a meccset a Blue Sharks. A hosszabbításban felváltva vezettek a csapatok, a hajrá azonban a Veszprémnek sikerült jobban, amelyik 2 győzelemmel jutott be a bajnoki döntőbe. Rossz időre kezdtük a mérkőzést, sajnos nem találtunk be. Ez jellemző volt az ottani meccsen is. Az első félben nagyon rosszul dobtunk, most 19%-kal, az nagyon rossz teljesítmény. Aztán utána a védekezésbe fel tudtuk hozni kemény munkával. A végére elfogytunk. Gratulálok a Veszprémnek. Próbáltuk védekezést váltogatni, illetve a Gerit pihentetni. Gratulálok a fiatalok, meg nagyon jól szálltak be. Végig küzdöttek, hajtottak. Le a kalappal az egész csapat előtt. Azt gondolom, hogy maximumot kihoztuk ebből a mérkőzésből. A mérkőzésen 8 pontot szerző Mokánszki Máté szerint határozott a palánk alatti játékkal megnyerhették volna a mérkőzést. Szeretnék gratulálni a Veszprém csapatának, tényleg egy jó meccset tudtunk velük játszani, és indokoltan nyerték meg ezt a találkozót. Hát, amit előnynek tudok mondani, ami a vereség okát okozta, az a lepattanók megszerzése, illetve a kizárásoknak a elvégzése volt nálunk. Nagyon sok támadó lepattanót tudtak visszaszedni, szóval volt nekik második esélyből dobott kosaruk rengeteg. Ha ezeket ki tudtuk volna venni a játékukból, tehát leszedjük a védő lepattanókat, és abból tudunk indulni, akkor szerintem meg tudtuk volna nyerni a találkozót. A vendégek edzője annak örült, hogy az elrontott végjáték után a hosszabbításban maga javára tudta fordítani a meccset a Veszprém. Jó kezdtük a mérkőzés, elég voltak hullámvegyek, ugye elmentünk 10 ponttal, visszajött a Nyíregyháza, megint elmentünk 10 ponttal, megint visszajött. Ugye itt a végjátékban időkérdésre fel is vittem a figyelmet, hogy ki kell menni agresszívan védekezni, mert nyilván most extra hármasoknak kell következni, hogy vissza tudjanak jönni meccsbe. Ezt a Fazekas Csabi meg is csinálta 2-szer. Nyilván ott egy kicsit megtorpattunk, de hál' Istennek hatalmas szívük volt a játékosaimnak, és újra fel tudtak állni. A hosszabbításban örülök neki, hogy sikerült végül a győzelemet kiharcolnunk, és így döntőbe kerülni. A Veszprém a döntőben a MAFS oroszlány párharc győztesével játszik, míg a Nyíregyháza a vesztes ellenli pályára bronzéremért. Az oroszlány az első meccsen hosszabbítás után egy pontos győzelmet aratott a MAFS otthonában.